Hol máshol, mint a judóteremben találtuk Kenderesi Pétert, bátyja olimpiai döntőbe jutása után. Kenderesi Tamás pécsi úszó Rióban bronzérmet szerzett 200 méter pillangón, most pedig Tokióban 8. idővel kvalifikálta magát ugyanennek a számnak a döntőjébe. Mivel én általában így itt vagyok edzésem, vagy bármi ilyesmi, csak így hallom, hogy miket beszéltek édesanyámmal, meg testvéreimmel. Viszont nyomon követem, ma reggel is fent voltam, néztem az úszását, szurkoltam neki természetesen, meg a selejtező körben is, hát remélem, hogy jól szerepel. Péter gőzerővel készül a judó ifjúsági Európa-bajnokságra. Sportemberként átérzi bátyja lelki állapotát, számára is az olimpia a cél. A testvérek szeretnének egyszer együtt szerepelni az ötkarikás játékokon. Természetesen beszéltünk már róla, így elméleti szinten én gondoltam rá sokszor, hogy olimpia azért jó lenne, egy nagy tervem igazából így hosszú távra. Hát remélem, hogy összejön így együttesen. Péter elmondta, hogy nincsenek elvárásai testvére felé, csak az, hogy hozza ki magából a maximumot, és majd kiderül, hogy az mire lesz elég.